Nem voltunk ismét egy könnyű helyzetben, ezért elsőképpen tényleg azt tudom mondani, hogy le a kalappal a fiúk előtt, és nagyon büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak lehettem a csapatkapitány az elmúlt két mérkőzés során. Tényleg magatartásból, illetve abból, hogy hogyan kell egy kudarc után három nap alatt felállni, és hogy kell a pályára menni. Mind a fiatalok részéről, mind az idősek részéről le a kalappal. Ez egy nagyon jó érzés most, egy finveresség után, ahol úgy érzem, hogy a hozzáállás is, és tényleg 90 percen keresztül akkor is mentünk és küzdöttünk, hogyha egy rossz eredmény született, de ettől függetlenül tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy jó kezdet, és erre kell építkezni, amit majd láthatunk a pályán. Az első meccs után a szövetségi kapitány magára vállalta a felelősséget, akkor úgy ildomos a mi részünkről, hogyha itt viszont ezt a dicséret most őt illeti elsősorban, és ez az ő érdeme és a szakmai stábé. Mert a mai meccs egy olyan taktikát talált ki, amivel eredményesek tudtunk lenni, talán mondhatom azt a csoport legjobb társasága ellen, főleg annak tükrében, hogy az első meccsen kikaptunk, és nem arra számítottunk, hogy vereséget érünk haza Finnországból. Nem volt egyszerű ez a pár nap, de a csapat jól reagált erre a kudarcra, és bebizonyította, hogy ha még zárkapuval a hátunk mögött is, de sikerült megnyernünk ezt a meccset. Zárt kapu, de itt voltak a szurkolók, az utolsó 10 percre megjöttek, éreztétek a támogatást kintről? Igen, hát engem addigra már lecseréltek, úgyhogy én aztán végképp hallottam őket, de innen is köszönjük szépen nekik, és reméljük, hogy végre talán a csapat újra és a szurkolók újra egymásra találnak, mert bizony az a szövetségi kapitány is elmondta, hogy ez a sport a szurkolókért van. És én abból látom a legnagyobb dolgot, hogy ez a csapat akkor lehet sikeres, hogyha nem csak mi tartunk össze, hanem a szurkolókkal együtt, mert közös a cél. Egy a zászló, egy a csapat, szokták volt mondani, hogy az a fontos, hogy megkapjuk azt a támogatást, és aztán, hogyha nem is úgy sikerül egy-egy meccs, akkor utána elviseljük a jogos kritikákat, de arra kérjük őket, hogy meccs alatt legalább ugyanígy, mint ahogy a mai nap szurkoltak nekünk, mert ez nagyon sokat jelent. Köszönjük! Mi volt ebben a három napban? Ebben a három napban összeültünk a fiúkkal, megbeszéltük a történteket, megbeszéltük azt, hogy attól függetlenül, hogy mindenki kiadta magából a maximumot, sokkal bátrabbak is tudunk lenni. Az önbizalmunkat valamilyen szinten akkor is, hogyha nagyon nehéz ilyen szituációban, de valahogy vissza kell hoznunk, és egyszerűen mennünk kell. Nem baj, hogyha hibázunk, nem baj, hogyha elrontjuk. Jelen pillanatban olyan helyzetben vagyunk, hogy egyszerűen csak mi tudjuk magunkat kihozni ebből a gödörből, és ehhez pedig a hozzáállásunk kell, a bátorságunk kell, és az, hogy egy csapat legyen a pályán, az pedig a minimum az kell az, hogy a labda ellen így védekezzünk, így segítsük egymáson, és ez a mai napon megtörtént. Örülök neki, hogy végre most már válogatott szintén is tudtam olyan teljesítményt nyújtani, ami méltó a címeres mezre. Ez hiányzott már nekem nagyon régóta, főleg úgy, hogy az első meccsen én is elmondtam, hogy ott nagyon hibáztam, és ott azért kaptunk ki. De a szövetségkapitán nem is ért meg a nyilatkozatom után, mert mondta, hogy egy játékos nem vállalhatja magára a vereséget, mert ezt csapat szinten kell megoldani és elismerni. De ettől függetlenül nekem ez nem esik nehezemre. Erős gyerek vagyok, úgyhogy én bírom a kritikát, és legalább erre is tudtunk jól reagálni, a csapat is és én is. Arra számítottál, hogy tudunk olyan gólt szerezni, hogy három fejes van előtte, és egy csodálatos akció? Számítottál ilyenre? Mennyi volt abból a begyakorolt, vagy tudatos elem? Semennyi. Ez igazából ilyen gólok akkor születnek, amikor a csapatnak a hozzáállása, az egyének hozzáállása olyan, hogy küzd a labda ellen, védekezik, próbál a legkisebb szituációkból és a legtöbbet kihozni, és ez az én saját karrierem során is úgy volt, hogy voltak mérkőzéseim, hetek, hónapok, amikor egyszerűen semmi nem jött össze, de egy dolgot sosem felejtettem el, az pedig a hozzáállásom volt, a szorgalmam, és ez egy idő után ezt mindig visszakapjuk az élettől, a sorstól. Egy csodálatos gólt rúgtunk, úgyhogy hogy igazából három nappal előtte pedig kaput nem találtunk. Úgyhogy szerintem biztos látta az egész csapat, hogy elsődleges a hozzáállás, és ha a hozzáállás megvan, akkor... Rögtön utána jött az egyenlítő gól, az mennyire volt sokkoló, vagy lelkileg megterhelő? Nagyon, hát nem kell mondanom, hogy amikor a csapat rúg egy szép gólt, védekezünk, utána kapunk egy állított helyzetből az egy-egyet, utána megint föl kell állnunk, megint föl kell magunkat építeni, de tényleg nem tudok más mondani, mint hogy le a kalappal a fiúk előtt. A második gólra hogy emlékszel vissza? Ugye ott kis területen több szép csertet mutattál, és utána jött a gól. Igen, a szövetségi kapitány elmondta a fél időben, hogy szép volt a második gólunk, de utána azért jár a dicsért nagyon a csapatnak, mert ott 2-3 perc óra szegeztük a görög csapatot a saját kapujukhoz, volt 4-5 helyzetünk is, amiből aztán alakult a gól. Elmondtam a sajtótájékoztatón is, hogy az első meccsen is bennem volt ez, hogy bevállom a rizikót, még hogyha ott nem is kellett volna a középpályán, hanem itt az utolsó támadó harmadban, ahogy ennél a gólnál is.
mert bizony ettől ez jelenti a különbséget egy-egy mérkőzésen, hogyha a szélsőink, a csatárok vagy a középpályások ezeket bevállalják, és sikerre végrehajtják, mert aztán utána tudunk helyzetbe kerülni, és aztán gólt is szerezni. Egy ilyen nagyon nagy gólt, amit a Kányászor Laci rúgott. A fél időben mit kért tőletek már Pószi szövetség kapitány? Mennyire volt tudatos, hogy ennyire úgymond beszorított minket, voltak olyan belül, csak a körül vállalatot? Nem ezt kérte tőlünk, hogy ennyire nagyon hátráljunk be. Azt mondta, hogy még inkább feljebb kell jönni 10 méterrel inkább a pályán, hogy minél jobban leszűkítsük a területet. De ez egy olyan sport, ahol, ami kontaktsport, szóval itt van egy ellenfél is, attól függetlenül, hogy mi mit szeretnénk és mit akarunk játszani. Itt bizony ott volt egy görög csapat is, és nem véletlenül ott játszanak ezek a játékosok ahol. Úgyhogy akkor ők is kicsit felpörgették a tempót. De álltunk elébe, és az, hogy megnyertük a mérkőzést, főleg ennek fényében, hogy ilyen jól játszottak ők a második fél időben, szerintem talán ez még nagyobb dicséret a számunkra.